Matolcsy György szerint a válság Európában még évtizedekig eltarthat, de Magyarország jövőre már kimászhat belőle. A nemzetgazdasági miniszter a költségvetés parlamenti vitájában azt mondta, a jövő évi költségvetés beruházási fordulatra épít, és ahhoz megfelelő forrásokat is biztosít. Matolcsy szerint a büdzsé segíti a vállalkozásokat új munkahelyek létrehozásában, és abban, hogy megőrizzék a jelenlegi 3,8 millió álláshelyet. Az állami számvevőszék elnöke szerint a tervezett adóbevétel egyharmada nem biztos, hogy befolyik. Domokos László azt mondta, a büdzsé kockázatos, de elképzelhető, hogy tartható a hiánycél. A költségvetés tehát nekünk a jövő évi emelkedés kereteit adja meg. Optimistán és büszkén magyarázta a nemzetgazdasági miniszter, hogy az elmúlt 8 évvel ellentétben idén reális költségvetés nyújtott be a kormány. Matolcsy György szerint ez azért van így, mert szerkezeti változások alapozzák meg a 2013-as büdzsét. Olyan költségvetést terjeszthetünk a tisztelt ház elé, amely a következő évre több mint 100 000 új munkahelyet hoz létre. A miniszter szerint a jövő évi költségvetés az emelkedés büdzséje lesz, mivel az utóbbi csaknem 2,5 év sikeres költségvetési konszolidációjára épül, annak ellenére, hogy Európa még évtizedekig küzd majd a válsággal. Emelkedés nekünk, magyaroknak az Európai Unióban, mert már végképp nem a válság zónában, hanem a válságon kívüli emelkedő világban találjuk Magyarországot 2013-ban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Matolcsy György után az állami számvevőszék elnöke következett. Ő már óvatosabban fogalmazott. Különös és eddig nem ismert kockázatot jelent. Domokos László hosszú percekig sorolta a büdzsé hiányosságait, és azt mondta, kockázatos és nem elég részletes. Nem megalapozott minősítést kapott az állami számvevőszéktől az adóbevételek 30%-át lefedő tételek. Ez azt jelenti, hogy ezen előirányzatok kockázatosak, mert nem megfelelő a jogi számszaki háttere, illetve becslésünk szerint a tervezetnél kevesebb bevétel várható. Az ÁSZ elnöke szerint a költségvetés olyan bevételekkel is számol, amit még el sem fogadott a parlament. A sárga csekk adónál meg egyszerűen többszörösére írta át a bevételi oldalt. Az MSZP szerint a 2013-as költségvetésben tervezett adóemelések miatt jövőre sem indul be a gazdasági növekedés, a szociális támogatások befagyasztása miatt pedig még több ember szegényedik el. Tóbiás József frakcióvezető helyettes azt mondta, jövőre a gazdaság stagnálására kell készülni. A kormány 1,6%-os növekedési terve irreális. Az LMP szerint a 2013-as ismét a megszorítások költségvetése, amely folytatja az elmúlt 22 év kudarcait, és az irreális kormányzati tervek több 100 millió forintba fognak kerülni az embereknek, mondta Vágó Gábor. A Jobbik az ország megnyomorításának költségvetéseként értékeli a jövő évi büdzsét, amely Vona Gábor pártelnök szerint a kormány torz gazdaság és társadalom politikájának a lenyomata. A KDNP azt mondja, a korábbi kormányokkal ellentétben most alapvető változások történtek, az állam valóban összehúzza magát, és több pénzt hagy a magyar családoknál és vállalkozásoknál.